Ezt a birkát hamarosan megfosztják gyapjától. Ezen kívül virágkötő versennyel, valamint traktorhajtó vetélkedővel is készültek a szervezők, hogy a leendő elsősöket a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolába vonzák. Szeptembertől a szerbiai oktatási minisztérium határozata alapján kevesebb szak nyílhat meg. A korlátozás a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolát is érinti. Csökken a diákok száma is sajnos évről évre, és ez előbb-utóbb ugye várható is volt. Nálunk konkrétan 9 osztályt terveztünk nyitni, és 7 lett jóváhagyva. A nyílt napon a középiskolák tanulói is népszerűsítették a saját intézményüket, és adtak tanácsokat a 8-osoknak. 2 napot praxázunk egy héten, minden héten, úgyhogy nagyon jó. Még van szalonunk is az iskolában, úgyhogy ott mindent megtanítanak. De miért ajánlanád a leendő elsőseknek ezt az iskolát, a mezőgazdasági iskolát? Szerintem egy nagyon helyes kis iskola. Rengeteg programokat szervezünk, rengeteg utazásokat szervezünk. A Szabadkai Iván Szárik Műszaki Iskola szeptembertől közel 400 tanulónak kínál helyet. 10 szakirány közül választhatnak az odakészülők. Tanulni kell. Egyszerűen kell tanulni, mert másképp nem igen. Kap az ember 2-est, ezt ennyit összeszed, de aztán azután egy konkrét tudás nélkül jut ki az életbe, és ez hiányolni fogja a későbbiekbe, főleg ma a rohanó világban. A helyi műszaki és mezőgazdasági középiskola, valamint a gimnázium mellett a Szabadkai Egészségügyi és Műszaki Iskola mutatkozott be a hétfői nyílt napon Topolyán.